választási rendszer alapjait az alaptörvény mellett az országgyűlési képviselők választásáról szóló 211 évi 203. törvény szabályozza, amelyet a parlament 2011. december 23-án fogadott el. Az országgyűlési képviselők számát a törvény 199-ben határozta meg, 106 országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 93 országgyűlési képviselőt országos listán választottunk. A köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2014 évi általános választás időpontjának kitűzéséről szóló 16/2014-es határozatával a rendszerváltás utáni 7. országgyűlési szabad választás időpontját 2014. április 6-ára tűzte ki. Budakeszi város önkormányzatának képviselőtestülete 2014. január 3. ülésén döntött Pest megye 2. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztásáról. Tagjának választotta Haga Tímea, Tokodiné Karpetia Éva tagokat és engem dr. Dömötörné Paphargitát. A pártok a szükséges ajánlások leadását követően delegálták további Somogyi Farkas József, Péter László János, Reichenberger János Gyula, Premec Enikó Mária és Németné Gazdag Erika Ilona tagokat. A választási bizottság a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének fenntartása. Pest megye 2. számú választókerületéhez 17 település, Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Piliscsaba, Piliszjászfalu, Piliszentiván, Remeteszőlős, Solymár, Telki, Tinje, Tök és Zsámbék tartozik. Az OEVB, a Szavazatszámláló Bizottság tagjai, a választásokon közreműködő segítők mindent megtettek az egyéni választókerületben lezajlott választás tisztaságáért és gördülékeny hatékony lebonyolításáért. A választás során különösebb, rendkívüli esemény, szabálytalanság nem történt. A választókerületben 10 országgyűlési képviselő jelölt indult. A választási adatok alapján a választókerület választójoggal rendelkező polgárainak 71,11%-a élt választójogával, mely több mint 10%-kal magasabb a részvételt jelentett az országos átlaghoz képest. 2014 évi országgyűlési választáson Pest megye 2. számú választókerületében a legtöbb szavazatot, 28.327-et Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje Csenger Zalán Zsolt úr kapta, mely az érvényes szavazatok 46,54%-át jelentette. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság nevében ezúton tisztelettel gratulálok az országgyűlési képviselő úrnak az ismételt megválasztásához. Ezúton szeretném megköszönni a település vezetőségének, polgármesteri hivatal dolgozóinak, az OEVB munkatársainak, tagjainak és a Szavazatszámláló Bizottság munkájában közreműködőknek a szakszerű, pontos, szervezett és hatékony munkát a 2014 évi országgyűlési választáson végeztek. Köszönöm szépen! Ön megható pillanat ez, bár volt egyszer már ilyenben részem, de ehhez azért nem lehet igazán hozzászokni, azt hiszem sohasem. És ilyenkor az első szónak mindenképpen a köszönet szavának kell lenni. Én szeretném megköszönni a választókerület minden polgárának, hogy élt választójogával, ahogy elnök asszony itt említette, 71,1%-kal messze az egyik legmagasabb részvételi arányú választókerület volt a miénk. És
Külön szeretném megköszönni azt a támogatást, amit jó magam kaptam, hiszen az a 28.327 szavazat, amit kaptam, az azt jelenti, hogy az országban én kaptam a legtöbb szavazatot, ami egy kivételes eredmény, de ezt az eredményt igazán az a magas részvétel érte el, a fantasztikus elszántsága a kampánycsapatnak, az aktivistáknak, ezt mindenképpen szeretném nekik nyomatékkal megköszönni, hiszen óriási munkát végeztek, és hogyha szabad, meg itt van a körünkben, én szeretném megköszönni a kampányfőnökömnek, Malik Zitának is azt a óriási munkát és eredményes munkát, amit itt végeztünk közösen. De akkor, amikor a köszönetről beszélek, akkor bizony a szavazó számláló bizottságban lévő sok-sok több száz tagra is gondolok, és hát különösen gondolok itt a OEVB elnökének és tagjainak, hiszen óriási munkát végeztek, többszörösen különleges helyzetben voltak, hiszen egy új választójogi törvény alapján új szabályok, új rendszer szerint lett lebonyolítva ez a választás, és ilyen jellegű tevékenységet, ilyen jellegű munkát Budakeszin még sose végeztek, hiszen nem Budakeszi volt a központja a választókerületnek, és ez még külön kiemeli azt a tökéletes munkát, nyugodtan mondhatjuk, hiszen semmiféle hiba nem fordult elő, és itt azért szeretném megköszönni a Székhely település hivatalának, edzőjének, a járásnak, mindenkinek, aki ebben a hatalmas munkában részt vett, és ezt a hatalmas munkát ilyen tökéletesen elvégezte. És ha már itt köszöneteknél tartunk, akkor azért azt gondolom, hogy úgy illik, hogy egy gratulációt is mondjak. Gratuláljak Szél Bernadettnek, az LMP képviselő jelöltjének, akinek a pártja elérte az 5%-os küszöböt, ezzel ő személyesen is bekerült a parlamentbe, úgyhogy ismételten képviselőtársaként találkozhatunk vele a parlamentben, úgyhogy innen is szeretnék gratulálni nekik. Még egyszer mindenkinek köszönöm a támogatást, mindenkinek köszönöm azt, hogy részt vett a választáson, mindenkinek köszönöm azt, hogyha szavazatával engem vagy a Fidesz-KDNP-t támogatta, és a legesleg végén, de nem utolsó sorban szeretném a családomnak megköszönni azt a támogatást, amit kaptam, hiszen nélkülük ez nem sikerülhetett volna. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hosszú kampány volt ez. Elég sokszor egyeztettünk mi telefonon, még akkor lakossági fórumra ment Csenger Zalán Zsolt, még országgyűlési képviselő jelöltként. Minek köszönhető ez a rekordszámú szavazat, 28.327, melyel ő kapta a legtöbb szavazatot, a teljes országot tekintve, ő nyerte leginkább meg a választókörzetet, ő kapta a legtöbb szavazatot. Én azt gondolom, hogy ez a csodálatos eredmény, amit megszületett Pest megye 2-ben, ez egyrészt a képviselő úrnak is köszönhető, mert azt gondolom, hogy szakmai hozzáértésével is, ahogyan ezt az egész kampány végig irányította. Ez egy fantasztikus teljesítmény volt, és a másik dolog pedig azt gondolom, hogy az összes megyében, választókerületben dolgozó aktivistánk nélkül ez nem jött volna létre. Nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni az ő munkájukat, mindazoknak, akik a levélhordásban, telefonálásban, bármiben egy icipicivel is hozzá tudtak tenni, nagyon-nagyon sokat jelentett ez a hajrában, úgyhogy köszönöm szépen nekik a munkát. Minek köszönhető a siker? A személyes megkeresésnek, a programoknak, mert hogy például vegyünk egy konkrét példát, annyira sok plakát Csenger Zalán Zsoltról nem nagyon volt így a választókerületen belül, egy-két ilyen szóróla elvétve, de kifejezetten a plakátháborúban nem állt bele senki. Én azt gondolom, hogy erre nálunk nem volt szükség, mert igyekeztünk a személyes megkeresésre fektetni a hangsúlyt, vagy a telefonos megkeresésekre. Én azt gondolom, hogy ezen állt vagy bukott a dolog. Tehát ezek voltak azok a fontos dolgok, amire építeni lehetett a kampányt. Inkább az, hogy mi mentünk az emberekhez, mi kerestük meg őket. Nem őket vártuk el fórumra, egyéb ilyen helyekre.
Mennyire bonyolította meg az a helyzetet, hogy a választókerület lényegesen nagyobb, mint 4 évvel ezelőtt volt? Egyrészben bonyolultabbá, de én azt gondolom, hogy egyrészben könnyebbé is tettem, mert több emberrel tudtunk működni, többen tudták ugyanezeket a feladatokat elvégezni, amik ki volt rájuk szabva. Jó csapattal dolgoztunk együtt, én köszönöm az ottani felelősöknek is a munkáját, és ami nehézséget jelentette, a 2-szer annyi embernek a koordinálása. Összehasonlítási alapom nem volt, milyen volt egy fele akkor a választókerületben, én azt gondolom, hogy sikeresen tudtunk együtt működni. Mennyire volt nehéz feladat az egész választásnak az irányítása, koordinálása, hiszen rengeteg jelölt indult, rengeteg lista volt, és a törvények is módosultak. Én azt gondolom, hogy az új jogszabályi környezetben mindenki egy új feladat elé állt, ez különösen igaz Budakeszire, hiszen mi lettünk a központja ennek a választókerületnek. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és egyben sok feladatot is rótt ránk, viszont azt gondolom, hogy helyt tudtunk állni, és gond probléma nélkül le tudtuk ezt bonyolítani. Ehhez arra volt szükség, hogy együtt tudjunk működni a környező települések jegyzőivel, akik ugye a helyi választási iroda vezetői, illetve arra, hogy a hivatalunkban itt nálunk a kollégák nagy többsége részt vett a választásban, és a munkájukkal segítették az összekép kialakítását. Volt valami rendkívüli esemény, ami mondjuk valamelyes lelassította a szavazatok számlálását, hiszen tehát ebből a térségből elég lassan kerültek feldolgozásra az adatok. Mi a Budakeszi viszonylatában a felkészítők során elmondtuk azt, hogy szeretnénk, hogyha nem a gyorsaság lenne az első szempont, hanem a pontosság. Én azt gondolom, hogy ez beigazolódott, hiszen itt probléma nélkül évfél magasságában tudtuk ezeket zárni. A környező települések esetében szintén erre kértem a kollégákat, és bár tényleg nem mi voltunk az elsők, akik a eredményeket szolgáltatták, viszont azt gondolom, hogy jó munkát végeztek mindenhol, és a pontosság ennek megfelelően akkor teret tudott nyerni, és így minden rendben volt.